Oké, szép estét mindenkinek! Szép estét, szervusz! Jó estét kívánok! Estét. Jó estét. Ilyen se volt még, hogy pont 7 óra előtt egy pár másodperccel be tudjunk kapcsolódni. De hát úgy látszik, hogy igyekszünk ebben is jobbá válni. Jobb. És pontosabbá, hogy úgy mondjam. Na, hát szerdai live, és hölgykoszorúval utólag is boldog nőnapot kívánok mindenkinek. És nagyon izgalmas téma. Nem is élettem volna a házigazda, de ilyen a csapat, be kell ugrani, hogyha valami közben. Na, egy nagyon izgalmas téma, ami tulajdonképpen én azt gondolom, hogyha ebbe belevágnánk úgy istenesen, akkor nagyon sokáig nem tudnánk befejezni, mert annyira szerteágazó, és mégis egy témakör, egy témáról beszélünk, de mégis nagyon sok aspektusa van. Tulajdonképpen néhány gondolat csak így a slágvortokban, hogy úgy mondjam, hogy mi az, hogy pénzmentés? Hogy miért van az, hogy eddig csak, hogy úgy mondjam, halkan beszéltünk az emberekkel, vagy suttogtunk, és most már egyre hangosabban kell, hogy beszéljünk. Hogy mi az, hogy hosszú távú gondolkodás? Hogy a pénzünk az a saját felelősségünk. A megtakarításunk úgy szintén. És miért gondolkodjunk új technológiákban? Mi az, hogy decentralizált jövő a pénzügyekben? Hát itt most csak néhány gondolatot mondtam, de azt gondolom, hogy átadnám a szót a hölgyeknek, és valahol ennek a mai estének lesz egy ilyen jelenlegi állapot, vagy jelenlegi mostani helyzetnek egy ilyen kis összefoglalója, egy jövőbemutató összefoglaló, és egy, hogy körülbelül mi mit javasolunk, vagy milyen irányban tudunk megoldásokat nyújtani. Tehát ezt körülbelül így építettük föl ezt a mai estét, és innentől kezdve, hölgyeim, tiétek a szó. Melyikötök kezdi? Hát tulajdonképpen kezdhetem én, mert én igazándiból az elején csak néhány dolgot szeretnék mondani, mert ugye minden abból indul ki a jelenlegi mostani világgazdasági helyzetből, és ugye ebből a világgazdasági helyzetből mi sem tudjuk magunkat kivonni, bármennyire is szeretnénk. Mert azért nyilván mindenki azt szeretné, hogyha mi valahogy ilyen kis inkubátorra lennénk, bár nekünk egy kicsit még működik az inkubátor, mert egyelőre az árstoppok azok még Magyarországon azért védik az embereket, ugye az üzemanyagárakat, és ugye akinek hitele van azokat az embereket, de ugye az inflációt azt mindig a nyersanyagárak, elsősorban a nyersanyagárak határozzák meg, és ez különös tekintettel itt az olajára, illetve hát ugye mivel a zöldítik a környezetet, ezért gyakorlatilag a zöldítés miatt is ugye az olajára gyakorlatilag egy ilyen frekventált kérdés lett, és hát az a kérdés, hogy meddig fog gyengülni még ugye a forintok, mert ugye az is gyakorlatilag valahol hol, a mi életünket azért nagyon befolyásolja, és hát ezekből tevődik össze valahogy egy ilyen inflációs érzetünk, mert ugye, ahogy a Zsuzsi is mondta, vagy szokta említeni, ugye, hogy bemegyünk a boltba, és akkor mindenkinek az érzet már szerintem megjött, úgyhogy én azt gondolom, arról már nagyon sokat beszélni nem kell, de hát, és nem is riogatni szeretnénk embereket, mert nekünk nem ez a tisztünk, hanem az, hogy tulajdonképpen nagyon sok olyan pontot látunk, ami most elmozdult a kriptopiac irányában. Ugye látjuk, hogy az amerikai elnök pár nap múlva alá fogja írni a kriptok szabályozását. Az, hogy az Európai Parlament most elhalasztotta ugyan a kriptopénzeknek a törvényjavaslatának a tárgyalását, de nyilván ez csak azért van most jelenlegi gazdasági helyzet miatt, de az is meg fog történni. Vagy az, hogy különböző nagy cégek ugye elmozdultak a kriptopiac felé, mint az eBay, ahol lehet fizetni már kriptopénzzel, vagy a Morgan Stanley az gyakorlatilag több millió részvényt vásárolt a Grayscale-en a Bitcoin Trustból, tehát gyakorlatilag ezek akkora cégek, meg olyan, ugye az eBay sem egy ilyen nagyon kis főcég, akik elmozdulnak gyakorlatilag a kriptopiac irányába, azt gondolom, hogy ez mindenki számára lehet egy döntő ismér, vagy egy döntő ér, és hát akkor nyilván lányok, cáfoljatok meg, vagy mondjátok azt, hogy talán egy kicsit igazam van ebben a sztoriban, de el lehet mozdulni ebben az irányba. Félelem nélkül persze. Igen, az egyik legnagyobb svájci bank is azt nyilatkozta tegnap, hogy drasztikus változások fognak bekövetkezni a pénzügyi szektorba, és ő is a kriptovilág felé mutatott. Ugye bitcoint emelte ki elsősorban, ami azért is furcsa, mert eddig ellenezte ezt. És most mégis a tegnapi napon kiadott egy jelentést, hogy muszáj elmozdulni abba az irányba, mert másképp nem megy.
Ami esetleg itthon én tapasztalok így az ismerettségemben, az az, hogy a blokkláncot, mint magát sem értik, és nem tudják megfogni, vagy hát nem megfogni, hanem hogy nem értik, mert nem kézzel fogható. És pedig a blokkláncon nem csak a kriptovilág van, hanem rengeteg más fejlesztés, ugye főleg az Ethereum blokkláncon, és most tényleg utána néztem ismételten, ugye az egyik legnagyobb, és egy hazai cég elég nagyot dolgozott ez ügybe, ez a farmtól az asztalig, és ebbe az Ocean is benne van például, ugye, amit elég sokan ismerhettünk, hogy a termékek, a tojás, hogy hogyan jut el a boltba, és onnan az asztalra, a tyúk, hogy mit evett, milyen gyógyszereket kapott esetleg. Szóval az élelmiszer láncban, ami elég nagy kiterjedésű, szóval ott is használják a blokkláncot. Az okos szerződések révén ugye ügyvédek kezdtek el, amit Karesz is mondotta az előbb az előadás során, illetve én is olvastam már, hogy elkezdték megtanulni úgymond az okos szerződés írását, mert ez a jövő. És ez is a blokkláncon működik. Szóval nem csak a kriptovilágban a blokkláncon, minket ugye persze természetesen ez érdekel a legjobban, hiszen pénzzel dolgozunk, pénzből élünk, és nem mindegy, ahogy ugye mondtátok is, hogy lemegyek a boltba, akkor mi az, amit és mennyiért kapok meg. Hogy kezdjem? És aztán én megszűnök létezni, mert hogy gyakorlatilag ugye itt az is egy érdekes dolog, hogy ugye elkezdték a különböző nemzeti valutáknak a digitalizálását, ugye a CBDC-ket már jó pár évvel ezelőtt elkezdték, és hogyha ezeket bevezetik, akkor ugye már a forint is digitális lesz, tehát innentől kezdve már nem mondhatjuk azt, hogy mi ehhez semmi közünk, mert hogy ezt is már ugye elindították, és ugye már a magyar forint is ebben a fázisában van, tehát létrejött a digitális forint. Tulajdonképpen ugye nekünk az lenne a feladatunk, meg az is a feladatunk, hogy népszerűsítsük a digitális valutáknak a használatát, vagy elfogadhatóbbá tegyük. Most én, mikor készültem erre a mai beszélgetésre, akkor elkezdtem gondolkodni, például az én életemben milyen módon jutottam hozzá pénzhez, és most kezdem, én közalkalmazottként teszem a munkámat, és amikor először fizetést kaptam, akkor mindig volt egy fizetési nap, amikor kijött valaki oda éppen, ahol dolgoztunk, és fölvettük tehát kifizették, kezünkbe kaptuk a pénzt. Tehát igazából az embereknek a pénzhez ez az első érzelmük, ami hozzáfűződik. Hogy megfogom, berakom a zsebembe, vagy berakom a köpenyem zsebébe, én pedagógusként dolgoztam, és az egy nagyon kellemes nap volt. Utána, amikor mondták, hogy ez át fog alakulni, akkor számlára jött. Tulajdonképpen nem is éreztük, hogy megkaptuk a fizetésünket. Később ugye még bejött hozzá a bank, bejöttek a bankkártyák, amikor már teljesen elidegenedett magától, aki kapta a jövedelmet, meg maga a pénz. És akkor mi jövünk azzal, ugye, hogy most a jövedelmedet már úgy tudod megőrizni, hogyha ebbe a digitális világba fogod átmenteni. Hát az embernek ez olyan hosszú gondolkodási folyamat, hogy ebbe van nekünk igazán nagy felelősségünk, hogy ezt meg tudjuk az emberekkel ismertetni. Hogy van egy ilyen út, amikor te vagy, és a pénzed, nincs közte más. Mert ugye mindig volt valaki, kijött, kihozta, átadta, tehát mindig több szereplős volt a dolog. És ez viszonylag rövid idő alatt bekövetkezett. Pontosan így van. Így van. És emlékeztek szerintem ti is, mert én is ugyanúgy kézbe kaptam a fizetést, és akkor közölték, hogy kötelező bankszámlát nyitni, akkor úgy idegenkedtem tőle, igen, hogy úristen, bankszámla, úr, mi az, hogy működik? Egyáltalán rajta lesz a fizetés. Így van, pontosan. Igen. És ugye most még egy teljesen új gondolkodási formába akarjuk egy olyan helyzetbe, akarunk egy olyan helyzetbe segíteni az embereknek, amikor egyébként is egy elég ideges világ veszi őket körül. És mi nyugtatjuk őket. Na de hát ez azért nem megy olyan egyszerűen. És én nagyon úgy érzem, hogy ez egy nagy felelősség. Nagyon szép feladat, de egy nagy felelősség. Pontosan, és én is csatlakoznék hozzátok. Valóban ez az egész folyamat olyan gyorsan zajlik le, ugye mi életünkben óriási változásokat hozott. De talán a legszomorúbb az, hogy nem tudunk, tehát nem tudjuk kivédeni. Kénytelenek vagyunk haladni vele. Tehát mi pedig, ugye a korai felismerők, ahogy a Karesz is, meg mi a szakmában ugye ezt tudjuk, nekünk tényleg feladatunk, hogy elmondjuk, hogy mi vár ránk, mi vár a környezetünkre, az emberekre, mondjuk a magyarokra,
És igazából már évek óta most egy nagyon picit visszatérek, hiszen az infláció ugye mint téma ennek a beszélgetésnek, hogy gyakorlatilag azért legyünk őszinték, én szinte biztos vagyok, hogy pár éve már nagyon sokan hallották azt, hogy baj van, baj lesz. Ugye már többször elhangzott nagyon-nagyon szakmai keretekben is, aztán vezetőktől is, nem szeretnék nevet sem mondani, de ezek tények, hogy infláció lesz, súlyos infláció lesz, nem riogatás, ezek tények, amik elhangzottak, rosszabb lesz, mint a 2008-as válság, és én azt gondolom, hogy már akkor kellene, vagy kellett volna az embereknek ébredezni, tehát amikor meghalljuk ezeket a szavakat, akkor azért fontos lenne, hogy akkor nézzünk körül, hogy van-e ennek valóság alapja, és hát azt látjuk, hogy az elmúlt évek ezt igazolták, és valóban itt a feladatunk, tehát nem megijedni kell, nem pánikolni kell, hanem megoldást kell keresni, mi pedig tudunk megoldást nyújtani, és tényleg az a felelősségünk, hogy úgy tudjuk átadni az információt, hogy meghallják az emberek, hogy ez valóban segítség a számukra, és én is azt gondolom egyébként, hogy a politikai helyzet, a gazdasági helyzet és minden abba az irányba visz bennünket, hogy a kriptovaluták, a digitális fizetőeszközök világa az egyértelműen be fog jönni. Úgyhogy... Igen. Én még behoznék egy újabb fogalmat, amiről mi mindig beszélünk, hogy tulajdonképpen úgy lenne jó megtanítani mindenkivel a pénzkezelésnek a módját, hogy ússza meg a kockázatot. Ugye ez a porlasztás vagy megosztás tulajdonképpen itt is igazán bejöhet a képbe, mert ha nem is bízik még benne, de egy picit kezdjen el inni az újba, és ugye ha már ez bejön, akkor tartsa még ott, ahol ő gondolja, hogy most az mi nyilván, az mindenkinek saját döntése, de már tegyen ide is, mert akkor eleve kevesebb lesz a kockázat. Hiszen a havi jövedelmünket meg kellene osztani, hogy melyik az a rész, amit fölélünk minden hónapban, mit rakunk el, egyáltalán így kellene, ugye, de hát az az igazság, hogy... Hát most jelenleg, ahogy, szóval 8 egész fölött van ugye az infláció, ez rengeteg, igen. De muszáj olyan dolgot találni, ahol megmentjük a vagyonunkat, vagy félre tudunk tenni, ami ettől sokkal magasabb hozamot hoz, ha úgy mondjuk. És a kriptóvilágban óriási lehetőségek vannak. Igen. Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt években, az elmúlt időszakban mi volt. Szóval ugye jövőben nem tudunk bocsátkozni mi sem, meg szerintem senki, főleg a pénzügyek terén, de az biztos, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján ki lehet idézőjelbe számolni, vagy lehet rálátásunk arra, hogy mondjuk nem fél év alatt, hanem mondjuk 1, 2 vagy 5 év alatt ez növekvő tendenciát mutat. Ugyanezt támasztja alá. Mondjad, Maria. Ja, bocsánat, én csak a vállalkozókat akartam most itt rákötni erre a sztorira, mert itt most ugye magánemberekről beszélgetünk, de azért a vállalkozókat most nagyon sok minden sújtott, ugye megemelték a minimálbért, tehát azt neki ki kell gazdálkodni, az üzemanyag árakat ki kell neki majd gazdálkodni, ki kell neki a magasabb költségeket, illetve az euró, hogyha külföldre dolgozik, vagy külföldre hoz be valamit, akkor gyakorlatilag az euró árfolyam változását is ki kell neki tudni termelni. És kvázi én azt gondolom, hogy a vállalkozóknak ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy mondjuk az a pénz, amit kriptóban tud tartani, kvázi az egy folyamatos növekedés, még hogyha ilyen hamis biztonságban érzik magukat, hogy az emberek azt mondják, hogy ha valamilyen fiat pénzben van a pénzük, akkor az biztonság. Most ez nyilván hamis biztonság, ezt ugye látjuk. Viszont ezt kiküszöbölendő, én azt gondolom, hogy azért a kriptopiac az, még ha most egy kicsit lebegett is, vagy stagnált is, de azért én azt gondolom, hogy mégis csak azért mindig valamelyest elmozdult, tehát látjuk a VBT-n, meg látjuk az összes többi, ugye ez a Wealth Builder token, ez a mi jólétépítő tokenünk, látjuk, hogy akkor az zuhanásban nem esett, tehát még mindig jóval infláció fölött tudunk teljesíteni, és még mindig nem 10%-ot hozunk, hanem ennél sokkal jelentősebbeket tud hozni a kriptopiac, és ugye ez a vállalkozóknak, meg talán a fiataloknak is lehet egy komoly pont, hiszen itt meg tudjuk takarítani a lakása árát, hogy össze tudja gyűjteni a lakását, egyébként esélye nincs rá, nyilván más, mondjuk fiát pénzbe, tehát nyilván az... Főleg amilyen árak vannak most az ingatlan piacon. Igen, 1.600.000 forint egy gyűjtetni a lakás, ez pont ma néztem, ez tök jó. Micsoda?
1.640.000 forint volt egy négyzetméter lakás, a gyerekeknek főztem a lakás, és azt hittem, hogy biztos rosszul látok, 1.640.000 forint. Én vidéken élek, nem a fővárosban, de múltkor mi is nézegettük a lakásárakat, és egyszerűen mondom, nem hiszem el, hogy mi történt, hogy ilyen magas árak. Örülten elszálltak, nagyon elszálltak, mint minden. És igen, a portfóliónak van jelentősége. A Zsuzsi, amit mondtál, tényleg eleve így kommunikálunk, hogy a családi gazdálkodásban ugyanígy portfólióban kell gondolkozni. Nem lehet ma már elmenni emellett. Egyszerűen nem lehet ma már egy irányba fókuszálni, ezt szerintem mindenki tudja, mert valóban az a legnagyobb kockázat. De ha már kriptóról beszélünk, akkor viszont még egy nagyon nagy pozitívum van ugye a mi cégünknél, hogy még a kripton belül is, ugye nekünk van egy olyan termékünk, ami szintén portfólió. Mert én pontosan tudom, hogy a félelmek jelentős része abból következik, hogy ugye idegen, új piac, nem ismerik az emberek, hát most akkor mi mellett döntsön? Lehet, hogy én ezt mondom, hogy balra, a másik azt mondja, hogy jobbra, és akkor mi az igazság? De ha mi azt tudjuk mondani, hogy igen, a 17.000 kriptovalutából egy biztonságos portfóliót tudunk ajánlani, és nem kell szakembernek lenned ahhoz, hogy jó helyen tud a pénzed, és azért azt meg mindenki tudja, hogy ha 20 kriptóra idézőjelben mondom fogad, az sokkal nagyobb az esélye, mint ha egyre. Tehát ez fontos elmondanunk, és igen, legyen benne, ha valakinek van ingatlanra pénze, fektessen ingatlan, vagy mindig mondom, hogy több minden aranyba, tehát egy csomó minden van, hisz a pénz ugye nem egy irányba megy csak, de hogy ott nagyon-nagyon ott a helye, ma már egyre inkább a kriptónak, és mondjuk ezen belül egy BBT-nek. És választom egy jó arányt például. Igen. Hát, hogy melyikben mennyit fektet. Mennyi az, ami mindig szabadon mozogat. És ugye a miénk a szabadon hozzájutásnál is. Ott van az első helyen, mert bármikor válthatja fiat pénzre. A likviditásnak óriási jelentősége van a mai világban. Tehát ugye az egyik legnagyobb ereje a BDC projektnek, hogyha itt korlaszt az ember mondjuk a befektetéseinek egy részét, hogy ezzel tök mindegy, megfogod a telefonodat, kimész vele külföldre, és ott is hozzáférsz, és bármikor azonnal a helyi valutának megfelelően tudsz azonnal pénzét tenni. Most már azért többféle kártya van, ami ezeket tudja. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos. Most már. Egyre több platformon is elfogadják most már ugye a kriptovalutákat. Így van. Hát az előbb az eBay-t mondtam, a ugye nagyon sok helyütt már lehet fizetni ezekkel a nagy ilyen áldásoknál. Hát itthon is az Emagon például lehet, mikor meglepődtem. Igen. És akkor még ha csatlakozunk ez a szomorú tényhez, amit ugye láttunk mi is, és most nem megyünk bele megint ebbe a témába, de nagyon-nagyon sok ember szörnyű helyzetbe kerül. És tényleg így van, hogyha valaki kénytelen elhagyni házat, hazát, mindent, akkor is ott van egy olyan, ha éppen ez az információ rendelkezésére állt, és élt vele, akkor egy globális eszköz a kezében, ami nincs határokhoz kötve, nincs bankhoz kötve. Tehát egy óriási dolog, hogy most ebben a bizonytalan világban is tud egy biztos eszközt magának tudni birtokolni, és tud vele élni, és bármikor tovább tud lépni, bármelyik országban, ahol internet van. Én azt gondolom, hogy most leginkább ez a legfontosabb, hogy elmondjuk az embereknek, hogy itt azért erre is oda figyelni. Igen. Meg ami szerintem még fontos így, amit mi közvetítünk, amit a Zsuzsi is mondott, vagy így mindannyian mondunk, hogy ugye egyrészt félünk az új dologtól, de ha megismerjük, akkor megszeretjük. Ugyanúgy, ahogy annak idején ugye a bankszámlát, amit én is mondtam. A másik az, hogy muszáj fejlődnünk a mai világban, szóval nem maradhatunk meg ott abban a kis fotelünkben, és akkor csak bámuljuk a tévét, ha meg akarunk élni, vagy nem csak egyik napról a másikra szeretnénk, hanem ki kell tágítani a látóvilágunkat, a látáskörünket. Ehhez szükségünk van némi tanulásra is, új tudást meg kell szereznünk. És ennél a cégnél is erre óriási lehetőségünk van. És miután egyre több mindent megtudunk a kriptovilágról, mert ugye érdekel minket, és csak elkezdünk egy kicsit is vele foglalkozni, ezáltal sokkal magabiztosabbak leszünk, sokkal több mindent fogunk tudni róla,
És nem lesz meg bennünk az a félelem, hogy nem tesszük ide a pénzünket, mert mi lesz vele. Ugye az arany az évezredek óta van, és mégis nagyon kevesen fektetnek például aranyba is. Az ingatlanhoz óriási tőke kell, ugye pont az előbb beszéltük. Ahhoz, nem, akkor adod el, amikor akarod. Így van. Érted, akkor szabadítod fel az árát. Nem olyan, pontosan így van. Elég körülményes az aranynál is, ugye, hogy pénzét tegyük, mert elég szigorú követelményei vannak. Egyébként én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, amikor beszélgetünk valakivel, és akkor fölhozza akár egyik, akár a másik módozatot. Akkor meg kell nyugtatni, hogy igen, az is jó. Csak elmondani, hogy melyiknek mi az előnye, meg mi az, ami nehézséget okoz. Ugye van a befektetésnek az a bizonyos háromszöge, ami a biztonságról is szól, a hozamról is szól, és tulajdonképpen az idő, tehát a hozzáférésnek a gyorsaságáról is szól. Ott olyan nincs, hogy mind a három egyszerre érvényesül. Tehát valamelyiket mindig a három közül előtérbe kell helyezni. És azt csak akkor tudjuk meg, ha ő elmondja, hogy neki mi a fontos. És akkor ossza meg, mint ahogy Katika is mondta, meg mindjárt megemlítettük már bizonyos beszédfordulatokban, hogy ossza meg azt a vagyonát, ami van. Mert erre a lehető legjobb időpont most van. Mi ezt tegye. Mindenképpen. Egyébként ez is egy érdekes dolog, ahogy mondta Nui, hogy itt van edukáció. Tehát én azt látom, hogy tanulás nélkül, meg edukáció nélkül senki nem tud ebbe belefogni. Mi se úgy fogtunk bele, hogy nem tanult. Tehát fogalmunk nem volt az elején, nekünk se. Tehát bárki már mennyire mondja, hogy ő tudja, nem tudja. Hát most is persze olvasunk, nézem, tanulom, elmegyek, ugye volt most B-Day, mindent megnéztünk, persze. Tehát gyakorlatilag mindenhol ott vagyunk, mert próbálunk tanulni, de az ad nekem egy biztonságot, meg az, hogy van egy saját pénzügyi felületem. Tehát nem igen, valakinek a felületén mókolok én, hanem van egy saját pénzügyi felületem. Ez pont olyan, mint bármelyik banki felület, ahol én azt teszek, amit akarok. Ha veszek Ethereumot, akkor veszek, ha most 50 ezerért vettem, akkor 50 ezerért, holnap 20 ezerért, jövő hónapban 10 ezerért, és ezt csak összegyűlik ott egy olyan kis vagyon, és most már hamarosan megint elindul felfele szépen a kriptopiac, ugye mindenféle ilyen rászkódást túl fog élni, és akkor gyakorlatilag ott van az illetőnek egy komoly összeg. Igen. Amivel már megint tud bármit sem, tud venni terméket náluk. Tehát egy csomó olyan dolog, de semmiben nem kényszerítünk bele senkit, és semmivel sem kockázatosabb, mint bármi más egyébként. A tanulásra visszatérve egy mondat erejéig, hogy ez nem kötelező tanulás, szóval itt nem csak az, hogy muszáj beülnöd a idézelbe az iskolapadba, és meg kell tanulnod, hanem ez ugyanolyan tanulási folyamat, mint hogyha te azt mondod, hogy mondjuk az ingatlanba akarsz befektetni. Muszáj utána olvasnod, és utána nézned dolgoknak, hogy ez hogyan működik, milyen jogi háttere van, hogyan kell ezt az egészet csinálni, és belemerülsz a témába. Majd felüti a fejét egy ingatlannal kapcsolatos hír, oda fogsz figyelni, meg fogod hallgatni. Ugyanez van a mi világunkban is, a kriptovilágban, hogy először én is csak itt-ott beleolvasgattam, de aztán, hogy mivel pénzből élünk, és a pénz azért az elég komoly mozgatórugó, és itt a kis pénzből is lehet nagy pénzt, egy komoly vagyont összerakni, ezért egyre többször odafigyeltem ezekre a hírekre, megtanultam elválasztani, hogy mi az, ami csak ilyen, most gyorsan mondjunk rosszakat róla, mert most az az érdek fűződik hozzá, de ez idő kellett, meg rengeteg olvasás, tanulás, meg rengeteg komoly szakértőnek tényleg a véleménye, meg az, hogy meghallgassuk, hogy hogyan is áll össze ez az egész. És ez az, ami engem például elindított arra is, hogy akkor közgazdász legyek, mert annyira elkezdett érdekelni ez a pénzügyi dolog, meg a mögötte lévő tartalom, hogy úgy gondoltam, hogy szeretnék komoly szakember lenni. A tanuláshoz én is hozzátennék egy érdekes dolgot. Nem sokat tudtam róla, én nyilván ti tudjátok, már többen nem. Én biztosítónál dolgoztam, ahol már volt szó a kriptovalutákról, csak az ember átsiklott fölötte, mert úgy gondoltam, hogy nem az én területem. És ugye most, mikor ide kerültem, most azzal kezdem a napot, hogy mennyi az Ethereumnak az árfolyama. És ez magamon mosolygok sokszor, hogy az ember hová jut el. És akkor én is ugyanúgy vagyok, hogy elolvasom a cikkeket, meghallgatom, de ha ezt nem is tenném, ha valamibe elakad az ember, és ugye mi ebbe a közösségbe hívjuk az embereket, akkor itt mindig van, akitől meg lehet kérdezni, hogy hogy csináljam, mit csináljam, mibe kapok segítséget. És ez borzasztó fontos. Tehát nyilván az újtól azért is fél az ember, mert nincs ismerete. De most ismeretet még a gyakorlatból lehet szerezni. Tehát olyan nincs, hogy szeretnék ismeretet, de nem kezdtem el. Hát ilyen a világon sincs.
Tehát folyamatosan tanulunk, és bővül az ismeretünk, mert nyilván akkor más lesz a rálátásunk a dologra. Igen, meg a cég is egyébként folyamatosan küldi ezeket az anyagokat, tehát folyamatosan kapunk mindig a kriptopiacról híreket, tehát hogyha annyira lusták vagyunk, és annyira nem érünk rá azzal foglalkozni, hogy megkeresünk valamit, hogy egyrészt bemehetünk folyamatosan az irodánkban, ugye van egy pénzügyi felületünk, és még a cég külön küld nekünk folyamatosan kriptohíreket, úgyhogy illetve hát az arra vonatkozik, ami ránk vonatkozik azokat a híreket, és az szerintem az pontosan elég is arra vonatkozik. És ami fontos, még ezek le van butítva, hogy konyha nyelven van, szóval nem van. Különböző szakszavakkal van dobálózva, meg olyan kifejezésekkel, amire esetleg vakarnánk a fejünket, vagy elő kéne venni a Google-it, hogy akkor keressük meg, hogy miről szól ez az elemzés, mert nem értjük. És ezek nagyon fontos dolgok. Én még egy gondolatot, így az egész beszélgetést átfedi. Én azt gondolom, hogy a mi üzenetünk leginkább az, amit mi érzünk, hogy biztonságban vagyunk. Biztos vagyok, hogy mindannyian meg tudtok erősíteni ebben, és mindenki, aki itt van. És még nem is attól függ, hogy épp fönt van, vagy lent van az árfolyam, mert mi pontosan tudjuk ennek a hosszú távú következményeit, és ez egy óriási biztonságot tud adni az embernek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, amit érdemes átadni most a mostani időben. Igen. És ugye miért még most, hogy fontos, amiért most is beszélünk róla, egyrészt ugye megynek fölfele az árak. A másik az, hogy az Ethereumot, ugye mi Ethereum blokkláncon dolgozunk, a lehető legjobb idő most beszállni ebbe az üzletbe. Hogy aki régen azt mondta, hogy hú, én erről lecsúsztam, mert most nem tudom hány ezer dolláron állt az Ethereum. Most nagyon jó áron van, a forint egy kicsit ingadozó ugyanhozzá, de lehet védeni. De minden esetben... Finoman fogalmaztál, igen. De ha a kriptovalutát nézzük, akkor a lehető legjobbkor most tudunk, és ezzel kivédjük ezt az óriási inflációt, amit a Marian is mondott az előbb, hogy mi fog ránk itt várni még majd a nyár folyamán, meg a későbbiekben, és nem csak itthon Magyarországon, hanem ugye ez világméretű a fejlett országokat tekintve. És szóval tényleg most van itt a legjobb idő, hogyha valaki lekéste a vonatot, akkor most ez visszajött tényleg. Szerintem. Egyébként ez is érdekes, hogy ugye mindenki mindig azon aggódik, hogy mi lesz a kriptopiaccal, és közben a kriptopiac pontosan most azért, mert iszonyatos nagy rá az érdeklődés, ezért elkezdett mindenki ugye kriptovalutákban gondolkodni, és azzal ugye elindul felfele, tehát pont amire nálunk lesz ez a nagy szakadék ugye az árstopok megszűnése miatt, arra pont föl fog menni az Ethernek megint az árfolyama, illetve nyilván mellett az összes többi is nekünk számít, hiszen top 20-ban gondolkodunk, tehát gyakorlatilag mindegyik fog szépen elindulni felfele, mert én nézegettem ezeket, is külön-külön olvastam mindegyikről, tehát hihetetlen, hogy mennyire más az embernek a lelke, vagy az érzete akkor, amikor van egy ilyen biztos, és nem hamis, hanem valós biztonsága. Igen. Érdekes, amit mondtál, Marian, hogy az emberek azon aggódnak, hogy mi lesz a kriptóval. Tulajdonképpen olyan dolog miatt aggódik, amire nincs ráhatása. Mert nincs kriptója, de mégis. És ráadásul nincs. Tehát amiatt neki izgulni kellene, hogy próbáljam ki, hogyha nekem lenne, akkor azzal mi történne. Tehát azt nagyon szeretjük eldönteni, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy van rá lehetőségünk, amire nincs ráhatásunk. Amire még van, abban nem lépünk. De ez pont olyan, hogy a foci, mindenki ért mindenki. Vagy a gyereknevelés. Kriptóhoz értett mindenki. Persze. A válsághoz most ért mindenki. A háborúhoz, tehát ez nagyon okos ember vagy hihetetlen. De azért mi meg azért edukálódunk meg tovább. Így van. És minden nap van mit tanulni. Ez meg a másik. Így van. És teljes biztonságban vagyunk. Igen. Van-e egy zárszó gondolat, így mindannyiatok részéről? Egy mondat. Egy. Nekem van. Akkor kezdjük. Nekem is van. Okay. Biztos vagyok benne, hogy a blokkláncon és az Ethereum blokkláncon lévő fejlesztések, illetve a kriptovilág tudja, hogy biztonságos, hiszen több millió ember tart már itt, és tartanak céget is Ethereumot, illetve hát sajnos a mi portfóliunkat nem, de szóval, hogy ez az egyik legjobb hely ahhoz, hogy vagyongyarapítsunk, vagy megtartsuk a vagyonunkat. Én ettől rövidebben fejezem ki, amit Zinat mondott. Vedd meg, és tartsd. Igen. Nekem a Morgan Stanley is meghatározza, mert az, amikor már Bitcoin fest, akkor úgy gondolom, már nagy vagyok nem lehet, úgyhogy innentől kezdve én azt már elhiszem, meg elfogadom.
Én azt a mondatomat erősíteném, amit egy-két hete egy csodálatos helyen mondtam el, hogy a lehető legjobb helyen vagyunk. Tehát ez fantasztikus. Legjobb időben. Vagyok, igen. Rendkívül pontosak voltunk, pedig még csak úgy megkarcoltuk a téma tetejét. Én úgy érzem most egyébként a beszélgetésben, hogy így figyeltelek titeket, hogy ez még csak egy ilyen kis karcolás volt. Tehát volna itt bőven még mit lejjebb menni ebben a témában. Egy a lényeg, hogy tartjuk az időket. Nagyon köszönöm a ma esti gondolatokat, és hát találkozunk jövő héten szerdán a live-ban. Megtaláltok minket különböző felületeken, YouTube csatornán, itt a Blockchain Capital Live-on, és mikor is? Jövő héten lesz a startunk, ugye? Igen, szombaton. Jövő hét szombaton pedig startunk lesz. Na, hát akkor további szép estét, hölgyek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szép estét. Sziasztok. Szép estét, sziasztok. Mindenkinek szép estét kívánunk. Köszönjük, sziasztok.